Elég nehéz dolgom van, mert nagyon sokáig úgy érzem partiba voltunk, 40 percig, aztán történt egy-két védekezésbeli fegyelmezetlenség, úgy gondolom nem szedtük össze a kipattanó labdákat, összességében szerintem jó mérkőzést játszottunk. Balatonfüred sajnos ennyivel előrébb van, kicsit erősebb a keretük, és rutinos játékosaik által a végjátékban maguk javára tudták fordítani a mérkőzést. Sok ideig játszottál Balatonfüreden. Milyen volt ellenük játszani most? Hát egész furcsa. Hát igazából ismerem mindegyiküket. Szeretem is őket, ápoljuk a barátságot, jóba is vagyunk, de a pályán ugye nincs barátság, pályán kívül természetesen tartjuk a kapcsolatot. Az elején úgy gondolom, hogy elkaptam a fonalat, tudtam segíteni a csapatnak, második fél időben is egy kicsit elfáradtam sajnos, nem kaptam meg a társaktól azt a segítséget, amit elvártam, de úgy gondolom, hogy jobb teljesítményt is nyújtottam volna ennél, akkor talán nyerhettünk volna. Hát én azt hiszem, hogy jól kezdtünk a mérkőzést, aztán elfáradtunk második félidőbe, nagyon sajnálom, mert azt hiszem, hogy több volt benne ebben a mérkőzésben. Hát nem vagyok elégedett a saját játékommal, azt hiszem, hogy lövések azok jók voltak, de többet várom magamtól védekezésben, még a támadásban is egy kicsit.